2050-re Szlovákiában 250 ezerrel kevesebb munkavállaló lesz a munkaerőpiacon. Közben a 65 évnél idősebbek száma a világon meghaladja majd az 1,6 milliárdot. Vagyis az egyik legnagyobb kérdés az lesz, hogy ki fog dolgozni és hogyan pótoljuk a munkaerőt. Tie fyzické síly budeme musieť nejakým spôsobom získať, a to buď teda siahneme na zahraničných pracovníkov, alebo teda sa vysporiadame s novými technológiami, ktoré dokážu nahradiť väčšinou teda rutinnú a opakujúcu sa náročnú fyzickú prácu. Všetko, čo bude zelené, bude žiaduce a budeme potrebovať ľudí, ktorí v týchto environmentálnych témach sa budú vedieť vyznať, budú vedieť z nich robiť dátové analýzy a budú vedieť vlastne pomôcť podnikateľom prejsť na zelené podnikanie. Banki és postai alkalmazottak, raktárosok, könyvelők, olyan hivatások, amelyek a mesterséges intelligencia miatt meg fognak szűnni. A jövő munkaerőpiacán az érvényesül majd, aki könnyen alkalmazkodik az állandó változásokhoz, jó probléma megoldó képessége van, tud csapatban dolgozni, kritikusan gondolkozni és nyelveket beszél. A nyelvtudást, a nemzetközi környezetben való tapasztalatokat a külföldi munkavállalás során is meg lehet szerezni. Az Eurasz irodák diákoknak kínálnak munkákat, elsősorban a vendéglátásban és az idegenforgalomban. Tieto stážové pobyty momentálne ponúkame na grécke ostrovy alebo do Rakúska. Tie stážové pobyty pre študentov sú buď na 2 alebo 3 mesiace. Samozrejme dôležitá je jazyková znalosť. Vyžaduje sa anglický jazyk, komunikatívna znalosť anglického jazyka, to je tá úroveň B1. A munkaerőpiac már most szenved az erős, külföldre való agyelszívástól. Jelenleg 350 ezer nagy részt jól képzett munkaerő külföldön dolgozik, míg Szlovákiába inkább az alacsonyan képzett munkavállalók érkeznek.